A Vörösmarty Kuckó a Vörösmarty Társaság fiataloknak életre hívott egyre népszerűbb programsorozata keretében országjáró körútján Juhász Anna irodalmár is ellátogatott Székesfehérvárra, hogy megossza gondolatait mindazokkal, akik születésének centenáriumán megtisztelték a költőlegenda Nemes Nagy Ágnes emlékét. Az előadás vendégeit Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte. Rendezvény kapcsán nagyon nagy köszönet a kollégiumnak, hogy minden évben megemlékeznek Nemes Nagy Ágnesről, mint névadóról, másodszorban pedig a Vörösmarty Társaság ifjúsági szekciója, a Vörösmarty Kuckó a kollégiummal közösen létrehozta most novemberben a Juhász Anna féle, Juhász Anna által megtartott rendhagyó irodalom órát Nemes Nagy Ágnesről. A Vörösmarty Kuckó moderátorai már megszokott módon Bokros Judit költő, újságíró volt, aki maga is nagy tisztelője Nemes Nagy Ágnes életművének. Mindenféleképpen fontos az a költészet a 20. századi magyar irodalomban is, meg hát itt Fehérváron is ugyanúgy az olvasóknak, a versszeretőknek fontos, különösen idén, hogy centenárium van, tehát 100 éve született, és nagyon jó, hogy végül úgy értek össze a szálak, hogy a Nemes Nagy Ágnes kollégiumban tartatjuk meg ezt a rendhagyó alkalmat, ami egyébként a Vörösmarty Kuckónak az összejövetele lenne, de ezt egy kicsit most kiterjesztettük. A Viszonylagos Öröklét Nemes Nagy Ágnes 100 című rendezvénysorozat főszervezője és előadója Juhász Anna számára ez az országjáró körút egyfajta misszió. Célja, ahogy megfogalmazta, hogy a közönséggel együtt tudja felfejteni a költő írásainak rétegeit. Most már évvége felé vagyunk, ugye januárban indult a centenárium, amikor Nemes Nagy Ágnesnek a születésnapja van, és azt hiszem, hogy nem lehet elválasztani a tavalyi Pilinszky János centenáriumtól a két alkotónak, a két 20. századi alkotónak az életműve amúgy is akár költészetileg, akár emberileg összefügg, de az idei év valahogy a tavalyihoz kapcsolódóan valóban a felfedezéssel, vagy az újrafelfedezéssel telt. Számos olyan programunk volt, ami a diákokat megszólítja, a közös olvasást teszi a fókuszba, vagy a középpontba. A hangulatos előadás minden résztvevőjének lelkében megerősödhetett a tudat, hogy a magyar irodalomnak az eredeti hangvételű nagyhatású költője úgy tudja megmutatni a bennünket körülvevő világot, mint kevesen.